Ez a Hír 18, a járság híradója 18 településről 18 órakor. Igazgatóválasztás miatt tüntettek a János Hidaiak. Hazánk lett az EU legszegényebb ország, amely az üres államkassa ellenére repteret vesz, uniós óriásbírságot fizet és ingyen adja kastélyai. Többek között ezekről kérdeztük a térség országgyűlési képviselőjét a képviselőinfó legfrissebb adásában. Jászfényszalón idén nyáron közel 50 fiatal csatlakozott a nyári diák munkaprogramhoz. Köszöntöm a kedves nézőinket, önök a Jászsági térségi televízió híradóját, a Hír 18-at láthatják szerdán este 18 településről 18 órától. Az általános iskola épülete előtt tüntettek a János Hidaiak. Kedden este a résztvevők nem tetszésüket fejezték ki az intézményvezető személyről hozott belügyminisztériumi döntés miatt. Petíciójukban kérik a döntéshozóktól határozatuk átgondolását, és ezzel együtt a jelenlegi iskolaigazgató, iskolavezetői mandátumának meghosszabbítását. Sokan gyűltek össze János Hidán július 2-án kedd este az iskola előtt, hogy jelenlétükkel fejezzék ki tiltakozásukat, illetve aláírásukkal adjanak nyomatékot a községben élők kérésének. Tiltakoztak a Berényi tankerület által kiírt, belügyminisztérium által elbírált iskola vezetői pályázaton született döntés miatt, amely alapján szeptembertől új igazgatója lesz az alsójársági Petőfi Sándor általános iskolának. A helybéliek által megfogalmazott petícióban kérték a döntés felülvizsgálatát s a jelenlegi igazgató vezetői tisztségének megerősítését. Az alsójársági Petőfi Sándor általános iskola szülői közössége, János Hida lakosai 2024. július 1-én értesültek a belügyminisztérium döntéséről, amelyben Ikládi Rolandné 5 évre szóló főigazgatói megbízatásáról küldtek tájékoztatást. A pályázat kiírójától a szülők és a település közössége a döntés felülvizsgálatát kéri jelen petícióval. János Hidán az eltelt 80 év során mindig helyi igazgató vezette az iskolát. A pályáztatás során a szülők már aláírásukkal kinyilvánították ragaszkodásukat Szabó Péter jelenlegi igazgató mellett. A demonstráción felszólalók kifejezték, olyan igazgatót szeretnének az intézmény élére, aki helybéliként ismeri a diákokat, családokat, része az iskola életének. Nyugodt szívvel engedtük gyermekünket az iskolába, tudván, hogy pontosan olyan törődéssel és figyelemmel fordulnak felé, amivel mi fordulnánk. Szabó Péter igazgató úr nagyon korrekt a gyerekekkel, nagyon sok mindent köszönhetünk neki, mint például a suligálat, amit minden évben megrendezésre kerül. Nem szeretnék olyan igazgatót az intézménybe, akik nem ismernek iskolában és János Hidán. Azt szeretném, hogy visszakapjuk Peti bácsit. Azért gyűltünk itt össze, nagyjából 100-an, hogy tegyünk azért, hogy Peti bácsi maradjon az igazgató. Az egykori igazgató is kiállt a jelenlegi vezető mellett. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindazt, amit én vártam tőle, teljesítette. Szereti a gyerekeket, aki bejön az iskolába, múlt héten is volt ilyen, vadidegen emberek jöttek, és nem látnak mást, mint mikor kilép az udvarról, odaszalad egy gyerek jobbról megöleli, odaszalad egy gyerek balról megöleli, mert hogy szeretik és elfogadják. Bejönnek a szülők, és szívesen megosztják vele a problémájukat. Tanácsot is kérnek, uram, bocsá, illetve amit ő kér, azt teljesítik. Azt gondolom, hogy semmi nem indokolja azt, hogy változtassunk ezen a renden. Azt gondolom, hogy egy jól működő, családias iskola, ahova szívesen járnak a gyerekek. Egymás után érkeztek a felszólalók, nagyszülők, szülők, egykori diákok. Mind kifejtették, hogy támogatják a jelenlegi intézményvezetőt, amit a település polgármestere is hangsúlyozott. Szerinte az intézményvezetőről szóló döntés mögött politikai szándék áll. Volt egy önkormányzati és Európa parlamenti választás most 2024-ben. De ez 2024. június 9-én véget ért. Ha ezt bárki nem ismerte föl, akkor annak talán ezzel is tudunk segíteni, hogy itt vagyunk. Ez a választás véget ért, az emberek választottak, döntöttek. És nagyon kár lenne ezt bármivel húzni és bármivel továbbvinni, csak azért, mert valaki meg akarja mutatni, hogy ő akkor is tud sebet ejteni a településen, és akkor is tud a közösségnek fájdalmat okozni. Ezt mi mindannyian kell, hogy megmutassuk, hogy nem engedjük.
Az elhangzottak megerősítése érdekében a jelenlévők aláírásukkal adtak nyomatékot a belügyminisztérium felé megfogalmazott petíciónak. Szerkesztőségünk érdeklődésére a tankerület szakmai igazgatóhelyettese reagált a keddesti tüntetésre. Mindenkinek tiszteletben tartjuk a szabad vélemény nyilvánításhoz való jogát. Azt viszont határozottan visszautasítjuk, hogy egy szakmai döntést a napi politikai haszonszerzés céljára használjanak fel. Az Alattyánon és János Hidán működő alsójársági Petőfi Sándor általános iskola vezetői megbízásának lejártával vált szükségessé a pályázat kiírása, tette hozzá. A jogszabályoknak megfelelően mi, a tankerületi központ, az igazgatói pályázati eljárás során mindig az előkészítéssel foglalkozik, ezeket a feladatokat látja el, ez történt most is, és két pályázó nyújtott be pályázatot, szakmai döntés született, nem helyi szinten született meg a döntés, az előkészítő munka régességen lezárult, és a döntést a köznevelésért felelős államtitkár, illetve minisztériumban hozták meg. A tankerületi központ a miniszteri döntés alapján fogja a további teendőket elvégezni, azért, hogy a nevelőoktató munka zavartalanul folyjon és induljon el szeptemberben János Hidán is és Alattyánon is. Hazánk lett az Európai Unió legszegényebb országa, amely az üres államkassa ellenére repteret vesz, uniós óriásbírságot fizet és ingyen adja a kastélyait. Eközben a soros elnökséggel békét akarunk, de komoly katonai toborzásba is kezdtünk. Többek között ezekről kérdeztük a térség országgyűlési képviselőit a Képviselő Info legfrissebb adásában, ahol a jársági oktatásról, egészségügyről, illetve a jászok összetartozásáról is szó esett a lezajlott jászvilág találkozó kapcsán. Mi lettünk az Európai Unió legszegényebb országa, hála jó Istennek még a bolgárok háztartása is többet költhetnek, mint mi magyarok. Köszönjük. Minden alkalommal szerkesztő úgy ragaszkodik ezek az a különböző összehasonlítási alapokhoz. Ha már összehasonlítani kell, bár én nem szeretem, ha már összehasonlítani kell, akkor van egy tényadat. A magyar emberek soha olyan mértékű megtakarítással nem rendelkeztek, mint most. Ezt tudják a magyar emberek is? A Képviselő Info júliusi adásában a kampány utózöngéire és az elmúlt hetek politikai közéleti történéseire reagált Pócs János. Elsők között arra voltunk kíváncsiak, hogy végül mennyire tartotta kontraproduktívnak a saját jelenlétét az önkormányzati kampányban, főleg, hogy ő volt a kormánypárti szemlélet ellenzőinek fő célpontja. Aki engem ismer, nem szoktam azt kiszámolni, hogy valami megéri vagy nem. Hát mondjuk még a dinnyetermelés. Ez biztos egy jó tulajdonság. Az lehet. De csak azért, hogy mondjuk nehogy valaki az én lábamra lépjen, én se lépek a máséra, pedig rá kéne, ebben én soha nem leszek partner. Hát jó, de nem az ön lábára léptek, hanem településeket veszítette? Ugye azt sok alkalommal elmondtam, hogy nem Orbán Viktorba vagyok szerelmes. De amit ő tett ezért az országért az elmúlt 14 évben, az nekem olyan, mintha anyám, apám, meg a saját gyerekem lenne. Hogyha valaki vele feltörli a padlót, akkor én bármi áron meg fogom védeni. A válaszrovat után a kormányrovatban is reflektáltunk az uniós aktualitásokra, az Európai Bíróság kivételesen nagy bírságára, és az uniós elnökség béketeremtő céljaira. Hogy értse már meg mindenki, hogy egyetlen egy lehetősége van, Kijevnek, Európának, Magyarországnak kilábalni ebből a bajból, az a béke. A kormány rovat folytatásában az oktatás és az egészségügy is szóba került az új otthonteremtési támogatások elindulása mellett. 7 millió forint támogatást kaphatnak az emberek, a Jászapáti járásban 50% támogatás, a Jászberényiben 30, mert a Jászapáti az elmaradott térségnek számít, és én úgy érzékelem, hogy ez a támogatás ilyen kétszer adok alapon van. Egyrészt ugye ablaktető hőszigeteléssel meg lehet újítani a házakat, másrészt pedig több pénz marad az embereknek a zsebében. A jászságrovatban a 28. jászvilág találkozó és az azt követő aratónap volt a téma. Élmények. Mi volt jó, mi nem? Én nem tudok olyat mondani, ami nem volt jó. Nem azért, mert nem voltam ott mindig, és nem árgus szemmel figyeltem. Az én szívemben és a lelkemben mindig úgy marad meg a jászvilág találkozó, a legnagyobb várostól a legkisebb településig, hogy mindig az utolsó volt a legszebb. Mert azért az emlékemben, hogy a lakosság, a település vezetése mennyire összefogott, és szívét, lelkét adta ahhoz, hogy színvonalas legyen. Most is ezt tudjuk mondani. Jó, de ezen túl is csak van az embernek tapasztalata, hogy esetleg mi az, amit lehetne másképp csinálni.
az elitnek, mondjuk, hogyha lehet azt mondani, ebbe a vállalkozókat, ha tekintjük, meg a polgármestereket, nekik talán elvárható lenne, hogy a járság legnagyobb ünnepén együtt legyünk. Jász Berény polgármesterére gondol? Általánosságban mondtam. Meg ki hiányzott még? Általánosságban mondtam, akár azok a vállalkozók, akik mégiscsak ezekből az emberekből élnek, akik a településen dolgoznak, náluk munkát teremtenek meg, stb. Leülni egy asztalhoz, akár a vállalkozóknak, a dolgozókkal, akár a polgármestereknek, a lakossággal, ez úgy gondolom, hogy ez az önbecsülésünket növelni, ezt motiválni kell ma jövőre, motiválni. A teljes magazin keresse televíziónk Facebook és YouTube csatornáján, illetve a jttv.hu oldalon. Jász Fényszalon idén nyáron közel 500 fiatal csatlakozott a nyári diákmunkaprogramhoz. A település és a járási hivatal foglalkoztatási osztálya együttműködésében összességében 8 millió forintot különítettek el a finanszírozásra. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte jöjjenek rövid híreink. Egy év után elkapták a jászberényi fagyilkost és a Jász főváros önkormányzata a helyi ivóvízhálózat fejlesztésére nyújtott be pályázatot. Rövid híreink között ezekről hallhatnak. Az elmúlt hónapokban többször került fel a jászberényi közösségi média csoportok oldalára, hogy egy ismeretlen tettes rongálja a városi védett fákat. A tavalyi év nyarán például megfúrta a jászberényi Szentkúti téren lévő 30 éves védett juharlevelű platánfa törzsét, majd a környezetében lévő bálványfát és ismeretlen olajszármazékot öntött a lyukba. Ennek hatására a fa részben elhalt, de az önkormányzat munkatársainak és önkéntesek rendszeres beavatkozásának köszönhetően a növényt sikerült megmenteni a teljes pusztulástól. Az ismeretlen tettes nagy felháborodást keltett, és közel egy éve nem sikerült kézre keríteni az elkövetőt egészen mostanáig. A feljelentést követően a jászberényi nyomozók a személyi és tárgyi bizonyítékoknak köszönhetően azonosították a tettest. A 38 éves helyi férfit július 2-án állították elő, a rendőrkapitányságra majd rongálás büntettel megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. Jászberény képviselőtestülete legutóbbi ülésén június 26-án megvitatta a városi vezetékes ivóvíz biztosításának, illetve a szennyvíz elvezetés és tisztítás szolgáltatásának helyzetét. A TRV ZRT beszámolója és a cég tájékoztatója alapján a hálózat folyamatos karbantartása mellett foglaltak állást. Ezzel összefüggésben még az ülésen döntöttek egy fejlesztési pályázat benyújtásáról. A költségvetési törvényben meghatározottak alapján ugyanis az önkormányzatoknak lehetősége van pályázatot benyújtani a belügyminisztériumhoz lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. A költségvetésben 4,5 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. Jász Fényszalon idén nyáron közel 500 fiatal csatlakozott a nyári diákmunkaprogramhoz. A település és a járási hivatal foglalkoztatási osztálya együttműködésében összességében 8 millió forintot különítettek el a program finanszírozására. Mindennek eredményeképpen nem csak tapasztalatokat gyűjthetnek a fiatalok, de összetartó közösségek is létrejöhetnek a munkavégzés idején. Jász Fényszalon a sok éves hagyománynak megfelelően idén is volt lehetősége a fiataloknak, hogy a nyári önkormányzati diák munkára jelentkezzenek. Sok tapasztalatot szerzünk, közösségbe vagyunk, barátokkal, haverokkal. Éppen a kerítésnek a csiszolása folyik, majd le lesz csiszolva, és utána le fogjuk festeni. Eddig nagyon sokat festettünk, csiszoltunk növényeket, vagy gyomtanítottunk, növényeket írtottunk. Nagyon jó, hogy így csapatban dolgozunk, gyorsan elrepül az idő, és jó a társaság, ezért a munka is könnyebben megy. A városban két turnusban összesen 47 fiatal vehet részt a feladatok ellátásában Jász Fényszalon különböző pontjain. Elsősorban az önkormányzati területeket tisztítjuk meg, és újítjuk föl a közterületeinket, amiben rengeteg csiszolás, festés van, közterületeket gyomtalanítjuk, rendbe tesszük, a lógógaljakat levágjuk, zömével ezeket a feladatokat látjuk el. Az önkormányzat szereti, hogyha jönnek a diákmunkások, vannak, akik már várják is, mert amik évközben elmaradnak feladatok, azokat ott jobban rá tudunk segíteni, akár az iskolában, sporttelepen, meg minden különböző helyszínen. A városi zöld területek és intézmények karbantartása, az utcák gyommentesítése mellett azonban irodai feladatok teljesítésére is lehetőség volt ebben az évben is. Éppen adminisztrációs feladatokat végzünk, és ez azért jó,
mert a sulihoz tudunk tapasztalatokat szerezni. Örülök, hogy az önkormányzat biztosította nekem ezt a nyári gyakorlati helyet. Ez azért jó, mert gazdálkodást tanulok, és már most olyan feladatokat kaptam, amivel tapasztalatot szerezhetek. Hosszú évek óta bevált hagyomány már a településen a diák kollégák érkezése a nyári hónapokban. Az önkormányzatunk 11. éve hajtja végre ezt a programot a nyári időszakban, és biztosít munkát a diákoknak. Jó részt helyi diákok vesznek részt ezekben a programokban, de volt az elmúlt években példa arra, hogy vidékről, de jászfényszerűi kötődéssel rendelkező fiatal is munkát talált. A fiatalok alkalmazásához a város, illetve a járási hivatal foglalkoztatási osztálya biztosítja az anyagi forrást. Az önkormányzat 6,5 millió forintot különített el a feladatra, míg a foglalkoztatási osztálytól 1,5 millió forintos támogatást nyert a település. A választás utáni első soros testületi ülését tartott a Jászapáti város önkormányzata június 27-én csütörtökön. Most az ülésen tárgyalt előterjesztések összefoglalója következik. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai soros képviselőtestületi ülésünkön. A választás utáni első soros testületi ülését tartott a Jászapáti város önkormányzata június 27-én csütörtökön, mely a meghívóban szereplő napirendi pontok alapján zajlott. A júniusi testületi ülés első napirendi pontjában Farkas Ferenc polgármester két ülés közötti beszámolója következett. Napi felosztásban láthattuk, hogy milyen rendezvényeken, eseményeken, programokon képviselte Jászapátit, illetve a térség érdekeit. A lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott döntések tájékoztatói után Borics László nyitotta meg a kérdések bejelentések napirendi pontot. Művelődési házzal szembeni bekötőút, ami a Penny felé megy, ott van egy csatorna fedél, amin már hatalmas lyuk tátong a szélén. Balesetveszélyes, mert ott az a gyalogos forgalom is van, és azt kérném, hogy azt nézzük meg. A lakosnak szeretnék segítséget kérni, az utcánkban végzett az EMASZ által felkért szolgáltató baromi módon gajazást, és azt mondták az idős hölgynek, hogy másnap jönnek és elszállítják a gajakat, ennek több mint egy hónapja, és nem tudja az utcát rendben tartani, őt ez nagyon zavarja. Műszaki osztályvezető úr felé fordulok a csatorna fedél kapcsán. Megnéztük, ez szennyvizes lakna, a TRV-nek jeleztem a problémát, mondták, hogy ki fogják javítani. Köszönöm szépen. A gajazással kapcsolatban valóban az az információ nekünk is, hogy az alvállalkozó elvégzi a gajazást sokszor minősíthetetlen módon, és valóban neki kellene elszállítania. Mi helyet biztosítunk a közfoglalkoztatásnak a malomnál lévő területén, oda gyűjtötték a gajakat, oda szállították korábban, úgyhogy föl kell hívnunk a vállalkozó figyelmét, hogy szállítsa el onnan. A folytatásban Ádám János önkormányzati képviselő köszönte meg az idei Panna Partihoz kapott segítségnyújtásokat, melyek támogatták a szórakoztató, sport, de mindenek előtt családi program sikerét. A folytatásban Kállay János önkormányzati képviselő a futrinka szegregátummal kapcsolatban felmerült kérdéseire írásban adta meg a válaszokat a polgármester, melyek már egy 2023. decemberi képviselőtestületi ülésen is elfogadásra kerültek, mondta a városvezető. Tisztelt képviselőtestület, bizottságunk 5 fővel ülésezett, és az óvoda beszámolóját egyhangulag támogattuk elfogadásra. Az előterjesztések sorában egyhangulag fogadták el az önálló óvodai intézmény kifogástalan beszámolóját, majd a szeptemberi munkatervet, mely megelőzi az önkormányzati átadás átvétel előtti hónapot. Roppant egyszerű a helyzet, hiszen egy soros képviselőtestületi ülésnek a napirendi pontjairól és az időpontjáról kell döntenünk, ez pedig szeptember 12, csütörtök 14 óra. A folytatásban elfogadták a frissített ITS-t, mely a fejlesztési stratégiát határozza meg Jászapátin, majd a TRV ZRT városi tevékenységének beszámolóját és a társulási szerződések változásait. Ilyen volt az a döntés, melyben megtudtuk, hogy október 1-től a demens betegek számára tartós bentlakás biztosító szakosított ellátásra lesz lehetőség a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Jászladányi intézményében, amihez lakosságszámarányos kiegészítő finanszírozást ad Jászapáti. Mi azt tapasztaljuk, hogy a demens betegek egyre gyakrabban fordulnak elő, és egyre fiatalabb korban is tapasztalhatunk, tehát hogy ezekre az ellátási formákra szükség lesz. Ha jól tudom, itt egyébként a Jászladányi idős otthon egyik része
fog bekerülni a szolgáltatásba, amit eddig a település tartott fenn, a másik részét, ha jól tudom, egyház fenntartásba kerül, de a kicsi otthont, ami korábban 15 fős volt, most 21 fős, azt szerette volna a Ladány is kimenekíteni ebbe a helyzetbe. Azt gondolom, hogy itt minden férőhely számít, és hogyha előnyt tudunk érvezni a település, hogy oda bekerülhet valaki, akkor az mindenképpen jó. Sajnos nagyon sok a férő, vagy nagyon sok a váró listán a szereplő személy az ilyen otthonokban. 8 igen szavazattal nem csak az előbbi, hanem az ezt követő közbeszerzési előterjesztést is elfogadta a testület. Ennek értelmében a már korábban említett Futrika szegregátum belterületi útépítését a Gyöngyös Invest Kft. Végezheti. Az ülés témáival bővebben a Hír 18 későbbi adásaiban foglalkozunk. Híradónk után kérem ne kapcsoljanak el, mert hamarosan kezdődik a képviselő info a már ebben a műsorban is beharangozott témákkal. Most viszont lássuk mai fő híreinket még egyszer röviden. Igazgatóválasztás miatt tüntettek a jánoshidaiak. Hazánk lett az EU legszegényebb ország, amely az üres államkassa ellenére repteret vesz, uniós óriásbírságot fizet és ingyen adja kastélyai. Többek között ezekről kérdeztük a térség országgyűlési képviselőjét a képviselőinfó legfrissebb adásában. Jászfényszalón idén nyáron közel 500 fiatal csatlakozott a nyári diák munkaprogramhoz. Eddig tartott a Hír 18 szerdán este, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat keressék a Jászsági Térségi Televízió internetes lehetőségén, platformjain, felületein, Facebook oldalunkat, illetve YouTube csatornánkat mindenképpen kövessék be, illetve kövessék a jttv.hu híreit is. Mindenkinek jó pihenést, jó nyaralást, minden jót, viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.